Az 1848-49-es magyar forradalomra és szabadságharcra emlékezik a világ magyarsága. Magyar Ittabén istentisztelettel, ünnepi műsorral és a Kossuth szobor megkoszorúzásával ünnepeltek. Az eseményen dr. Pásztor Bálint azt nyilatkozta, hogy a szabadságharcból azt tanulhatjuk mi, ma élő magyarok, hogyha összefogunk, akkor minden lehetséges. A VMS elnöke szerint félre kell tenni az apró különbözőségeket, és arra kell összpontosítani, hogy mi az, ami összeköt bennünket. A politikus hangsúlyozta, ez az összefogás nélkülözhetetlen ahhoz, hogy meg tudjuk valósítani a céljainkat. Ez így volt 1848-ban, és így van azóta is, és így lesz a jövőben is, tette hozzá a VMS elnöke. Budapesten katonai tiszteletadás mellett vonták fel a nemzeti lobogót a március 15-i nemzeti ünnepen a Kossuth Lajos téren. A lobogót Súlyog Tamás magyar köztársasági elnök és Kövér László az országgyűlés elnöke jelenlétében a himnusz hangjaira a Honvédség díszegysége vonta fel az országház előtt. Orbán Viktor a múzeum kertben mondott beszédet. A magyar miniszterelnök kifejtette: háború vagy béke? Ez a közelgő európai parlamenti választás tétje, amely június 9-én lesz. A gázolaj olcsóbb lett, a benzin azonban tartja az árát a jövő héten is Szerbiában. Nyilvánosságra hozták a legújabb üzemanyagárakat, amelyek egy héten át jövő péntekig érvényesek. Egy liter dízel 199 dinárba kerül, ami 3 dinárral olcsóbb az előző heti díjszabáshoz képest, miközben a benzinára nem változott továbbra sem, literje 185 dinár.